A parlag fűmagjai 40 évig életképesek a talajban, így évről évre állandó küzdelem az írtása. Nyíregyházán belterületen és külterületen is folyamatosan azon dolgoznak, hogy ne szaporodhasson el a kártékony gyom. 20 éve hozták létre a parlag fű ellenőrzési csoportot, akik belterületen 2400 hektáron végzik folyamatosan a felderítési munkákat. Nyíregyháza területén társaságunk a belterületeken lévő ingatlanokon keletkező parlagfűvel foglalkozik, illetve természetesen az önkormányzati utak útterületén lévő parlagfű írtása és kaszálása is hozzánk tartozik. Ha valaki észlel olyan belterületi ingatlant, ahol parlagfűvet tapasztal, azt társaságunkhoz a parlagfűkukac@nyirvv.hu e-mail címre kell bejelentenie. Ezután a kollégák az ingatlan tulajdonosának küldenek egy felszólítást, amiben előírjuk neki, hogy a kaszálást végezze el. Ha ezt nem teszi meg, akkor az önkormányzat igazgatási osztályára kerül az ügy, ők is felszólítják, és ha annak a felszólításnak sem tesz eleget, akkor pénzbírsággal sújtják, illetve a kényszerkaszálást elrendelik, amit szintén a társaságunk végez. Ha a felszólítás eredménytelenül telik el, a mulasztókkal szemben 15 000 forinttól 5 millió forintig terjedő növényvédelmi bírság szabható ki. Ezen felül meg kell téríteni a közérdekű védekezés teljes költségét is. Régebben volt egy hónapos türelmi idő, amit a korábbi törvényváltoztatásokkal megszüntettek, így most már ez a türelmi idő megszűnt, tehát bármikor valakinek az ingatlanán parlagfű van, akkor azt kaszálnia kell. A tapasztalatok szerint a nyíregyháziak együttműködők a parlagfű írtásában. Tavaly összesen 3 alkalommal kellett kényszerkaszálást elrendelni belterületen. Külterület esetében egész megyét lefedő helikopteres légifelderítést tartanak, amelyet a kormányhivatal végez el a fertőzött területek csökkentése érdekében.